Mindenkit szeretettel köszöntök a világgazdaság mai konferenciáján. Azt gondolom, hogy pont a konferencia előtti beszélgetésekből leszűrve, hogy elég komoly feladat áll még előttünk olyan téren, hogy a tőzsdei befektetést népszerűsítsük. Azt gondolom, hogy ez a konferencia is egyrészt ezt a célt szolgálja. A napokban jártunk Varga Mihály pénzügyminiszternél egy interjúra, és mondott egy nagyon érdekes adatot. Gyakorlatilag a magyar lakosságnál az ő becsülései szerint 4500 milliárd forint van kint, gyakorlatilag a párnacihában. Azt gondolom, hogy ez egy elég komoly összeg ahhoz, hogy ha ezt megmozgatjuk, és mondjuk csak egy részét a tőzsdei befektetések felé tereljük, akkor azzal mindenki jól jár, egyrészt jól járnak a szolgáltatók, jól járnak a vagyonkezelők, és jól járnak azok az emberek, akik csak ez jelenleg ugye semmilyen kamatot hozzamot nem érnek el ezeken a pénzeken. Azt gondolom, hogy ebben nekünk is nagy szerepünk lesz, mint újságíróknak, hogy kicsit elfogadtassuk az emberekkel azt, hogy ez nem egy jövőtől való dolog, és igenis jó hozamokat, jó befektetéseket lehet találni a részvényekben is. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2,5 évben, mióta én a világgazdaságnál vagyok, azóta sikerült egy olyan tőzsdérovatot felállítani, aki erre most már alkalmas. És Ázsi is adnám a szót Tudós Benső Levettének, a tőzsdérovat vezetőjének, hogy moderálja ezt a konferenciát. Hát nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, Tudós Benső Levente vagyok. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek elő, és engedjük meg, hogy külön megköszönöm a Budapesti Értéktőzsdének, a Budapesti Értéktőzsde képviselőinek, hiszen látják, hogy támogatunk, és nem csak most, hanem a tőzsdérovatot szakmailag is egész éven át támogatják. A konferencia fő címe egy Kosztolányi idézet, és ezt nem véletlenül választottuk, hiszen idén szeptemberben lesz halálának a 20 éves évfordulója, és gondoltuk, hogy ez egy esetben egy méltó főhajtás a neves magyar tőzsdeguru előtt. Érdekes látni ugyanakkor, hogy 3 vagy 4 évtizeddel később is azok a megállapítások, azok a papírra vetett sorok, amiket a Kosztolányi leírt, ma is megállják a helyüket. Leírják a piaci folyamatokat, trendeket, és azt gondolom, hogy a befektetői habitust, ha fogalmazhatjuk így azt is. Ugye a tőzsde nem tudomány, hanem művészet, írt a Kosztolányi, de természetesen az idézet folytatódik, és pedig úgy, hogy itt a festészetben, ugye a tőzsdén is érzékel kell rendelkeznie a szürrealizmus iránt, még akkor is, ha a világot fejtetőre állítva ábrázolja. A mai konferencia egyik célja az, hogy valós képet kaphassunk arról a hazai piacról, elsősorban trendekről, az instrumentumokról, bocsánat, eszközökről. Hiszen a hazai piac, a Budapesti Értéktőzsde az elmúlt időszakban elég jelentős változásokon ment keresztül. Elég, ha csak az X-teremre gondolunk például, vagy a Citekre, sorolhatnám, de ez nem az én tisztem. Én azt gondolom, hogy az építkezés nekünk nincs vége, sőt, talán félnál járunk, ha nem igaz, ugye soha tényleg megfogalmazott stratégiával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő percekben első kézben kaphatunk majd információkat arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítani a kitűzött célokból, mint a tervek, milyen újdonságok vannak. Úgyhogy megkérem a BT értékesítés és marketing igazgatóját, hogy tartsa meg előadását. Kérem, fogadják szeretettel Körnöci Dániel.